Műsorunk tartalmából. Hazai pályán 3-at rúgott a TASZ labdarúgó csapata. Az U16-os meccsen a TASZ 13 góllal küldte haza a Naszájt. Sokan futottak a Csulóbalú emlékversenyen. Női kézilabdában a TASZ könnye meccsen hazai győzelem született. Az Old Lake Golf Clubban jártunk. Helyzetkép a sportcsarnok építéséről. A 9. fordulót játszották a hétvégén a megyei bajnokság U16-os csapatai. A TASZ ezúttal hazai pályán vasárnap reggel 9-kor fogadta a Naszály együttesét. Nem várt nehéz csata a hazaiakra, hiszen a vendégek 8 forduló alatt mindössze egyszer győztek. A TASZ a 4. helyen állt 4 győzelemmel és 3 vereséggel. Hazai pályán kikaptak a Csolnoktól, és mindössze most játszottak másodszor otthon. A Naszály eddigi meccsén jobbára 10 fölött kapott gólt, mindössze egyszer a vértesszűrős ellen úszták meg 6-tal. Az egyetlen győzelmüket az utolsó helyezett Tác ellen aratták 6-2-re. Ezek alapján Kiség Szabolcs csapata egyértelműen esélyesként várta a találkozót. Ilyenkor persze nem egyszerű a helyzet, mert a játékosok is könnyen elhiszik ezt, és hajlamosak könnyedében is venni a meccset. Ez látszott is az első félidőben, annak ellenére is, hogy 5-0-al zárult a játékrész. A felázott talaj a védekező csapatot segíti, rombolni könnyebb, mint támadást építeni. A második félidőben egyértelmű volt, és gólokban is megmutatkozott a két csapat közötti különbség. Ebben a 45 percben 8-at termeltek a fiúk, és emellett kapufát lőttek, és kihagytak 4-5 zicsert is. A vendégeknek is akadt lehetőségük, de kimaradtak ezek, és még szerencséjük sem volt. Végeredményben a 13-0 hűen kifejezte a különbséget. Tegnap még majdnem ítéletidő volt, most ahhoz képest egész jó időben játszottatok. Igen, hát ha ez az eső nem esett volna a mérkőzés elején és áztatta volna el ennyire a pályát, akkor teljesen jó futballidő lett volna. Mi volt a terv, mert valljuk be, azért gyenge volt az ellenfél. Igen, készültünk arra, hogy nem a legerősebb ellenfél ellen fogunk a mai nap játszani, de igyekeztünk megbeszélni a dolgokat, hogy meg is tudjuk a mérkőzésen valósítani azt, amit gyakorlunk az edzéseken, hiszen itt inkább a támadó játékra fektettük a hangsúlyt. Gól volt bőven, nem is tudom, talán 10 vagy 11, most emellett még rengeteg helyzet volt, talán néha kicsit könnyelműen vették a fiúk. Sajnos felvettük a hasonló stílus, tempót, mint amivel az ellenfél játszott, és hát fejbe kicsit hamar megnyertük ezt a mérkőzést sajnos, amit nagyon bánok, mert itt lehetne igazán gyakorolni a helyzetkihasználást, illetve hát gólokkal önbizalmat szerezni a jövőbeni mérkőzésekre. Milyen szezonotok van? Vannak jó meccseitek, és aztán van egy-két kudarc is. Igen, sajnos ügyen tükrözi, a középmezőnyben vagyunk egyelőre. Olyan volt a szezon kezdet, amilyen a felkészülésünk. Sajnos nem vitték túlzásba a srácok az edzésre járást, de ahogy elkezdtünk a bajnokságba a pontokat gyűjtögetni, kezdenek ráérezni az ízére, hogy azért jobb nyerni, mint kikapni természetesen a mérkőzéseken. Nagyon sokat kell még tanulnunk, nagyon sok edzés vár még ránk, hogy felérjünk majd oda az élmezőnyhöz. Elegen vagytok? Jelen pillanatban igen, nem vagyunk túl sokan, 18 igazolt játékos van jelen pillanatban, abból 2 sérültek, akik hosszabb távra kidőltek, de ha ez a csapat, ez a mag megmarad és jár rendszeresen edzésre, akkor azért szép győzelmek várnak még ránk. A jövő héten ismét itthon játszik a csapat. Az ellenfél a Koppány Monostól lesz, akik idegenben 2-szer nyertek és 2-szer vesztettek. Aztán ősszel még egy meccs lesz, amikor a TASZ Pilismarótron szerepel. A 2016-2017-es évad ősz idejének utolsó fordulójára került sor a labdarúgó megye első osztályban. Persze azért nem vonulnak téli államra a csapatok, hiszen november 27-ig 3 fordulót lejátszanak a tavaszi meccsek közül is. A TASZ hazai pályán zárt az Esztergom ellen. Otthon nem valami acélos eredménysorral dicsekedhetnek, hiszen bár nyertek a Kecskét, a Sári Sáp, a Nyerges ellen, vereséget szenvedtek az Ugyanaz Nagyikbántól, legutóbb pedig a Zsárbék ellen lent döntetlen. Egy olyan meccs volt ősszel, ahol nem rendezült meg a TASZ hálója, a többi találkozón legalább 1 gólt kapott a csapat. Az Esztergom elleni mérkőzés idegenben, Bábolnán elért döntetlennel várták, míg az ellenfél hazai pályán 3-1-re győzte le a Kecskédet. A tabellán második a TASZ, és 8. az Esztergom. Kimondottan csúnya, szeles, hideg idő várta a csapatokat és a szurkolókat. A TASZ így kezdett. Sándor a kapuban, a mezőnyben Boros, Fehér,
Csordás Gergő, Tóth, Csapó, Kun, Csordás Dénes, Korcsok, Szűcs és Rába. A vendégek kezdtek jobban, és a 8. percben Bugyó felső lécre lőtt, majd jó 30 méterre rúghattak szabadrugást, amit Szakó végzett el, lövés a védőkről pattant kapu fölé. Tac támadás futott a jobb oldalon, Csordás Dénes adott középre, Szűcs a 11-es pontnál levette a labdát, és fordulásból akart lőni, de a védők mentettek. Esztergomi szabálytalanságot követően 27 méterről Korcsok végezhette el a szabadrugást, de lövése elakadt a sorfalban. Ezúttal a bal oldalon ment a hazai akció, Rába lódult meg, de a 16-os sarkáról leadott lövése kapu fölé került. Szűcs a félpályánál kapott labdát, a védőt megelőzve megtolta, és indult volna tovább, de buktatták. A szabadrugás megítélte a játékvezető, de úgy gondolom a jogos sárgalap is kijárt volna. A vendégek a bal oldalon támadtak, Heller lőtte rá a labdát, és Sándor kapus kezét is érintve került az az alapvonalon túlra. Ezúttal is Heller volt az aktív, de most szabálytalanul szerelte Csordás Dénest a 16-os sarkánál a jobb oldalon. Csapó állt a labda mögé, nagyon benézte a sarkot, de a szabadrugását a védők kifejelték. Tac támadás után a jobb oldalon a szögezzászló közelében Szűcs harcolt és szerzett labdát. Szorongatott helyzetből is be tudta adni, belül érkezett Korcsok, de egyből fölé mellő rúgta a labdát. A 43. perc meghozta a Tac vezető gólját. Csapa a bal oldalról jó távolról emelt előre a labdát. A szél is megnyomta egy kicsit, ami meglepte erős kapust, aki vetődve a lécre tolta. A kipattanóra érkezett Rába, és 5 méterről befejelte a bal sarokba, erős hiába nyújtózkodott. Az első félidőben jobbára a vendégeknél volt a labda, a szél sokat rontott a színvonalon, sok volt a pontatlanság. A Tac küzdött, voltak helyzetei, de egy kis szerencse is kellett a vezetéshez. A második játékrész első komoly helyzete a vendégek előtt adódott. Heller szabadrugása a bal oldalról szállt középre, az ötös környékére. A védők nem tudtak menteni, a labda Bakos elé került, akinek lövésébe már beleléptek a védők, és végül Sándor kapusé lett a labda. Az 56. percben alig túl a félpályán már a saját tér felén sárgát érően szabálytalankodott Krammer. Csordás Gergő végezte a szabadrugást, és az előreévelésről alig maradt le Szűcs a kapu előtt. Sándor kapus a szelet is kihasználva hosszú kirogásaival többször is jó helyzetbe kerülhettünk, amiből a 67. percben megszületett az újabb hazai gól. Ezúttal Korcsokhoz került a labda, majd Rába kapta kicsit jobb oldalon. Elég sokan voltak kis helyen, és talán Szűcs lőtte rá, amit Erdős vetődve oldalra ütött, de érkezett a jobb kapufánál Csordás Dénes, és közelről a léc alá lőtt. A 72. percben egy gyors hazai támadást vezetett Rába a jobb oldalon. Egyedül vihette a labdát, erős kifutott elé, a csatár elhúzta mellette, majd a kapura ívelt, ahol forgó a jobb kapufánál fejelte ki. Szép akció volt, gólt érdemelt volna. A 73. percben már tényleg gólt érdemelt a Tac akció. Tacsa rúgták a labdát a vendégek a jobb oldalon. A 16-ossal egy magasságban Tóth végezte el a bedobást, ami egy vendég védő fején megcsúszva érkezett a kapu elé. Krammer teljesen egyedül 5 méterről haza akarta fejelni kapusának, de olyan szerencsétlenre sikerült a mozdulat, hogy a labda a bal sarokba került, erős hiába vetődött utána. Weber edző hármat is cserélt, és az újonnan beállt játékosok hamar felvették a ritmust. A 84. percben Molnár a bal oldalon egy csellel tisztára játszotta magát, jól adott be, ahol érkezett Jávorka, és jól fejelt a kapura, de középre ment a fejes, és erős nagy bravóra ütötte kapu felé a labdát. A Tac megérdemelten nyert, mert kihasználta a helyzeteit, így talán kiengesztelte szurkolóit a legutóbbi két hazai meccsen elszenvedett vereség, és egy döntetlen után. Gratulálok a gól nélküli meccshez, de egy ilyen meccsen, ahol gyakorlatilag, ahogy én számoltam, talán védésed sem volt. Nem igazán, de ez is kell végre. Végre le tudtunk egy meccset hozni gól nélkül, ez nagyon fontos volt nekem is, meg szerintem a csapatnak is. Hideg meg szél, az mennyire befolyásolja ilyenkor a kapus teljesítményt? Hát ez nagyon, nagyon. Nem tudni, hogy hova jön a labda, tehát meg kell próbálni. De hát azért vannak a védők, hogy kisegítsenek. Nagyon sokszor szövegeltél egy csapatkapitánynak. Kapusként azért gondolom nehezebb a dolga. Hát alapból a kapusnak is, meg hát a csapatkapitánynak is buzdítani kell a társakat, meg irányítani. Úgyhogy remélem, hogy tudtam is. Jobbra
hogy mondjam, jobb ellenfélre, vagy komolyabb ellenfélre számítottatok? Hát ugye a kupa meccsen játszottunk velük, az nagyon sima volt. Azt hittük, hogy jobban felszívják magukat, de hát ugye, ahogy elnéztem a kispadjukat is, szerintem nagyon tartalékosak voltak, de hát azért eléggé próbálkoztak, de nem sikerült szerencsénkre. Akkor most a lelketeknek is jót tett ez a meccs. Hát legfőképp annak, igen. Gratulálok, végre egy meccs, ahol igazából nem volt izgalomra, attól függetlenül egy jó iramú küzdelmes meccs volt. Azért nem adta könnyen a bőrét az esztergomi csapat, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó játékos, fiatal csapatról van szó. Játszottunk ellenük már könnyű mérkőzést is, viszont a tavalyi szezonban megtréfáltak minket pont hazai pályán, úgyhogy én tartottam tőlük. Az első fél időben egy kicsit tapogatózva játszott a két csapat egymással, és nagyon jókor jött a vezetőgól, ugye az utolsó két percben, az első fél időben két perc volt hátra, és úgy látszik, hogy rendbe tudtuk tenni a fejeket, és a másik fél, de még egy fokozatot tudtunk kapcsolni, és egy magabiztos győzelmet tudhatunk magunk mögött. A szél meg a hideg befolyásolt valamit? Hát ugye ugyanekkora szél van az ellenfélnek is, a hideg is hasonlóan hatott rájuk. Megpróbáltam a bemelegítést oly módon csinálni, hogy tényleg az izmok bemelegedjenek olyan szinten, hogy ne legyen gond az első időszakban. Utána úgy is jön a magától, hogy bemelegednek. Úgyhogy azért nem könnyű ilyen szélben meg hidegben játszani, és még hátra van három forduló, úgyhogy nem tudom, hogy a végén milyen időjárásban fogunk játszani. Meglátjuk, hogy mit ígérnek majd nekünk. Mindenesetre az eredményt lehetővé tette, hogy bátran nyúlhattál a cserékhez. Igen, 3-0 után bátran nyúltam a cserékhez, amúgy is általában azt szoktam, hogy azért nem az utolsó percekre hagyom, egy-két perc időhúzást szeretek azért lehetőséget adni, és tényleg most, aki pályára lépett csereként, azt gondolom, hogy nem vallott szégyent, és jól játszottak, és jól szálltak be. Sőt, hát akár járók, akár Molnár gólt is szerezhetett volna. Igen, a Gábor egy ilyen Jolly Joker volt a mai napra, ugye, mert az ifi csapatunk nem játszott ma a bajnoki mérkőzést, az Esztergom MB-s csapatba játszatja az utánpótlás csapatát, és így lehetőség volt a kimaradók, illetve a sérülések miatt, hogy leültessem a padra. Adtam neki lehetőséget, és tényleg nem sokon múlt, hogy meghálálta egy gólat, de a játékkal nem maradt adós, úgy gondolom. Mondhatnánk azt, hogy az őszt azt jól zártátok, de hát tavaszból van még három meccs. Igen, hát és három nagyon komoly mérkőzésünk van. Nagyon szeretnénk jól teljesíteni, és azt, ahogy elkezdtük a bajnokságot, azt a szintet hozni. Úgy gondolom, hogy most ez nagyon jót tett a lelkünknek ez a győzelem, nagyon jókor jött, és végre csatlakozott hozzá egy jó játék is, úgyhogy bizakodva várom az elkövetkezendő három mérkőzést. A női megyei kézilabda bajnokságban újabb fordulót rendeztek, ahol a TAC a környe csapatát fogadta. Sokan voltak kíváncsiak a meccsre, vendégeket is többen elkísérték. A TAC Ragymatagon kezdte a meccset, a vendégek könnyű gólokat lőttek. Gubica István, a hazaiak edzője, 16. percig bírt a türelemmel, akkor 8-5-ös vendégvezetésnél időt is kért. Ezután keményebb lett a védekezés, támadásban is jobban figyeltek a lányok, így a félidő végére már 12-11-es TAC vezetés alakult ki. A második játékrész elején felváltva estek a gólok, de állandósult az 1-2 gólos tatai vezetés. A 37. percben jó védekezés után Halasi védte a lövést, indítását Zink kapta, akit kiállítást és hetest érdemlően lőttek fel a hatos előtt. A büntetőt a sértett értékesítette. Sokáig keresték a hazaiak ennél a támadásnál a lehetőséget, végül Szórádi vállalkozott betörésre, és az akció góllal zárult, 15-13-ra vezetett a TAC. Elég sok volt a szabálytalanság a vendégeknél, többször is csak lökéssel tudták megállítani a támadást. Ennél az akciónál is lökték, húzták Nyitrait, aki így is betalált a kapuba. A 40. percben Halasi védett Zitszert, ismét jól sikerült a gyors indítása, Szórádi pedig élt a lehetőséggel, és gólra váltotta a helyzetet. A félidő közepén egyre jobban látszott, hogy fáradnak a vendégek, így a TAC tudta növelni az előnyét. A 48. percben büntetőz jutott a TAC, amit Clementi szabálytalanság előzött meg, amiért 2 percet is kapott. Miután szövegelt, a játékvezetők megfejelték még 2 perccel, és mivel így már a 3. 2 perce volt, pirossal mehetett a nézőtére. Zink végezte el a büntetőt, és biztosan lőtt a hálóba. Ezúttal a vendégek dobhattak 7-est, amihez Fergi állt oda. A TAC kapust cserélt, de Cakó nem tudott élni. A lehetőséggel Ferge nagyon kilőtte a bal felső sarkot. Az 54. percben Halasi védett ismét,
A kidobását Metka kapta, aki jól vette észre, hogy a bal oldalon indult Todola. Jó volt az átadás, és a szélső biztosan lőtt a hálóba, ezzel már 22-16-ra vezetett a TAC. A vendégek edzője ki is kérte idejét. Az időkérés utáni első támadást góllal fejezte be a környe. Ügyesen játszották meg a beállóban Borost, aki nem hibázott. Az 57. percben a jobb oldalon fejezhette be a támadást a TAC. A labda Nyitrajhoz került, aki ütközött a védővel, de így is kapura tudta dobni a labdát, de lövése mellé ment. Ha jó a védekezés vagy véd a kapus, akkor gyors indulásból könnyű gólokat lehet szerezni. Ezt a második fél időben többször is megcsinálták a hazaiak. Ezúttal az Ink volt a befejező ember, a gyors indításból a 9. gólját szerezte. A meccs utolsó gólját Zink szemfüles passza után Stodola lőtte, aki gyakorlatilag a dudaszó pillanatában szerezte meg a TAC 24. találatát. Gyenge kezdés után az első félidő második részére összeállt a védekezés, és végül biztos hazai győzelem született. A TAC góljait Zink 9, Szórádi, Nyitrai, Stodola 3-3, Kovács 3, Németh, Lehocki 1-1 szerezte. Eléggé belealudtatok az elejébe. Igen, aztán felébredtünk, kivettük emberfogással a környe legjobb játékosát, és ezzel megakadályoztuk, hogy gólt szerezzem. Aztán minket is kivettek emberfogással, az oda-vissza ezt csináltuk a legjobb játékosokat, de végül felülkerekedtünk, jókat indultunk, összeállt a védekezés. És hát szerezték 9 gólt, ami most már nem véletlen. Nem is tudtam. Rendszerint te vagy a legtöbb gólt szerző. Igyekszem, igen. Környe úgy játszott, ahogy vártátok? Én jobbat vártam tőlük egy picit, úgy gondolom. Nagyon belelkesedtek az elején a gyenge védekezésetekkel, de aztán szerintem elfáradtak. Igen, lehet, mi meg annyira nyerni akartunk, hogy végre sikerült, és nagyon jó volt, hogy nem loholtunk, most először nem loholtunk az eredmény után, hanem mi vezettünk, és egy ilyen kellemes játékot tudtunk végül húzni. Az elején, mintha lányok is csatlakoztak volna a nézőkhöz, nagyon könnyen átmentek rajtuk. Hát igen, úgy gondolom, hogy a bemelegítés nem sikerült olyanra. Főleg védekezésben lehetett érezni azt, hogy nem pörgünk eléggé lábbal, illetve az eladott labdák az elején. Tehát ez a bemelegítésre tudom. Nyilván majd legközelebb nem így fogunk melegíteni. Aztán viszont a 15 és a 20. percben csináltunk egy 6-2-t, és onnantól kezdve azt hiszem, hogy sima volt. Igen, odáig ilyen álmatag, amilyen a kinti időjárás, ehhez alkalmazkodtak a lányok, de amikor sikerült felpörögni, egy kicsit magasabb sebességű fokozatba kapcsoltunk, indításból utána 2-3 gólt lőttünk egymás után, ott lett 9-9, és onnantól azt hiszem, hogy átvettük az irányítást, és onnan jó volt a meccs, igen. Másik félre aztán a kapus teljesítmény is volt, nyilván ez az is kellett, hogy komolyabban védekezzen a csapat. Igen, a védekezés jobban összeállt, lábbal jobban dolgoztunk. Nekem a második fél időben egy kicsit a beálló, nem tudtuk úgy fogni azt, mert felhívtam a figyelmet, hogy ezt fogják játszani, ezt nem tudták megoldani a lányok. Volt 2 beállós játék is. Amikor föléptünk, ütköztünk, akkor jó volt egyébként a védekezés is. Szerintem a környe az most elfogyott a végére. Mi is talán egy picit kondiba jobban bírtuk a lévén, hogy jóval fiatalabbak vagyunk. Az izgalomnak vagy a nagy akarásnak tudható az, hogy rengeteg eladott labda volt? Mind a kettőnek, sőt van egy harmadik tényező is, amiről annyira nem szeretnék beszélni. Igen, nagyon sok az eladott labdánk minden meccsen. Amit egy gólos meccset elvesztettünk, azoknál ugyanez, tehát annyi eladott labda volt, meg a kihagyott zicserek. Tehát én most is azt mondom, hogy a jó kapus a Borsó, de ennyire nem. Tehát nagyját tettük a kapus, szétlőttük a kapufát megint, tehát kihagyott helyzetkihasználás, meg a pontos játéka, ez a gyengénk, ezt kell mondanom. Azért a sok egy gólos meccs után ez már jól esett. Hát ez most igen, főleg a végén egy kicsit, hál' Istennek mindenkinek tudtam játék lehetőséget is adni. Igen, azért szerintem a környénémi egyelőre játékerőben jobbak vagyunk, bár tudom, hogy önálluk is voltak hiányzó emberek, meg hát nálunk is most azért sérülgetnek már az emberek. Igen, Kovács személyében úgy tűnik, hogy még egy komolyabb sérülted van. Hát sajnos igen, a Fanni
pont akkor abban a ritmusban, amikor ő elkezdett indulgatni, ezt a gyors lerohanós játékot tudtuk játszani, akkor jöttünk vissza a meccsbe, illetve akkor vettük át a vezetést, és hát ott igen, a támadásban nagyon hiányzott ez az agresszív rohanós gyors játék. Vannik a védekezésben is ügyes volt. Nagyon sajnálom, volt neki már egy ilyen térsérülése, és valószínűleg ez arra sérült rá, arra a térdére. A továbbiakban az Old League Golf Clubban jártunk, a sportcsarnok építéséről adunk helyzetképet, sokan voltak a csulóbaló emlékversenyen. A golf egy füves területen játszható sport, nagyon népszerű és nagy hagyományokkal rendelkezik, világszerte körülbelül 50 millióan játszák. Az első írásos emlék 1457-ből származik, amikor Skóciában betiltották a futballal együtt, hogy a skótokat az íjászat gyakorlására késztessék. Magyarországon 1902-ben Andrássy gróf mutatta be. Az első pálya Tátra-Lomnicon épült. 1989-ben alakult meg a Magyar Golf Szövetség. 2009-es adatok szerint az országban 8 darab szabványos 18 lyukú és 4 darab 9 lyukú gyakorlópálya található. A Tatai Old League Golf Clubot 1998-ban alapították. Ez már igazi őszi idő, nem tudom, golfra van nagyon jó idő? Van idő, persze, megfelelő öltözék kell hozzá, azt mondja az angol mondás, tehát, hogy megfelelő öltözék kell a golfhoz, attól függetlenül, hogy esik vagy fúj a szél, hogyha villámlik, akkor fújják le a versenyt. Mennyire népszerű itt Tatán ez a golf, ez a pálya, azt mondják, hogy Magyarország egyik legjobb pályája, de mit tudnak erről a tataiak? Sajnos még keveset tudnak a tataiak erről, én azon dolgozom az Old League Golf Clubban, hogy a tataiakkal, illetve a környékbeli itt élő emberekkel megismertessük ezt a sportot, nem csak juniorokkal, gyerekekkel, hanem felnőttekkel is egyaránt. Azért az, hogy a nagy sportágválasztó most már harmadszor is ott voltatok, ez segített valamennyit? Én azt gondolom, hogy első évben még nem, második évben már talán, most a harmadik évben én indítottam is egy rövidebb ilyen tanfolyamot, ahol megtanultak golfozni, az alapütéseket megtanulták az emberek, illetve a játékosok. Én azt gondolom, ez a harmadik alkalommal a sportágválasztói, ez nagyon jó lépcső volt ahhoz, hogy megismerjék a játékosok, és egy alacsonyabb áron tudtam tanfolyamot indítani, ahol kipróbálhatták a sportot. Sajnos még többen nem jöttek, én bízom benne, hogy jövőre még többen fognak eljönni, és nem csak a gyerekek, hanem a szülők is kilátogatnak majd ide a pályára. Éppen a nagy sportágászon beszélgetünk arról, hogy egy iskolai golfoktatáson gondolkoztok, vagy próbálkoztok. Ezzel hogy álltok? Próbálkoztunk. Én azt gondolom, mivel hogy egy nem egyszerű sport, és a testtanárok nem játsszák ezt a sportot, én azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt az iskolába így a testtanárokon keresztül bevinni. Próbálkoztunk már, de ameddig egy gyerek inkább egy focilabdát rúg, mint hogy egy golflabdával próbálkozzon ügyetlenkedni. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha ide kijön, és itt sok szeretettel várjuk tényleg a diákokat és a felnőtteket egyaránt, hétvégente, délután, hétköznap is, illetve edzéseket is tartok. Erről a pályáról mit kell tudni mondjuk egy abszolút golftól messzire álló valakinek? Erről a pályáról azt lehet tudni, Magyarország egyik legjobb pályája, legkönnyebb megközelíthető, itt az autópálya mellett vagyunk. 18 lyukas pálya, rendes nagy versenyeket rendeznek itt, tehát három alkalommal említésre méltó a Ladies European Tour női Európa bajnokság, akik profi játékosok játszották mindezt, illetve természetesen országos versenyeket is rendeznek itt. Mennyien golfoznak, mennyien járnak ide? Én azt gondolom, hogy a pontos számot nem tudom, más klubokból is járnak ide játékosok. Tételezzük fel, mondjuk egy versenyen 120-an indulnak, azon kívül még plusz ennyien járnak ide és golfoznak hétvégente. Sokan azt gondolják, hogy a kapuk zárva vannak, mi nagyon sok szeretettel várjuk a golfozni vágyó embereket, és nagy segítséget nyújtanánk. Én tatai lakosként itt kezdtem, és itt is fogom befejezni szerintem pályafutásomat, és azt még nem most szeretném. Akkor gyakorlatilag bárki bármikor ide jöhet, edző mindig van?
előre megbeszélt időpontra tudnak jönni és edzeni a játékosok. Engem megtalálnak a Facebookon, illetve a recepción megadják az elérhetőségemet. Előre bejelentett időpontban lehet jönni golfozni. Akkor az se baj, nyilván még aki most akar golfozni, nincs szerelése, tehát az se baj, hogyha nincs ütője. Nincs, illetve abszolút nem probléma ez. A golfpálya ad biztosít ütőket, illetve oktatókat is velem együtt. Az Eszterházi család grófi ágának vadászbirtokán létrehozott pálya minden golfozó számára kihívást jelent. Par 3-as gyakorlópálya és driving range lehetőséget nyújt kezdők számára is, hogy kipróbálhassák a játékot. Amikor ott jártunk, gyerekek foglalkozását láthattuk, akik lelkesen gyakoroltak. Akik most itt vannak edzésen, ők milyen szinten golfoznak, gyerekek? Ők már mondhatni gyerekekként profi szinten golfoznak, jó, nem csak viccelek, amatőr szinten golfoznak. Itt most kevesebb játékos tudott megjelenni ebben a szombati napon, mivel nem most van az edzés, tehát kevesebben vagyunk most létszámügyileg, de már országos junior felmérőkön indulnak. Az egyik játékosom, Samuel Rebeka, idén nyerte a felmérőt, országos junior felmérőt, ami a Highland Golf Clubban volt, tehát egy idegen pályán. A többi játékoson pedig a junior túrokon indulnak, tehát egy 10 fordulós junior rendezvényen, versenyen. Azért vannak gyerekek, hiszen, hogy visszaemlékszem, azért minden városi sport díjátadón találkozunk golfos gyerekekkel. Így van, és próbálok minél többet vinni arra az eseményre. Rólad nagyon jókat hallottam Gáborról. Mennyire jól megy a golf? Hát nem tudom, még egy versenyen voltam, csak ott elég jó eredményt értem el, de nem tudom. Az milyen verseny volt? Országos ifjúsági utánpótlási verseny. És az, hogy jó eredmény, az mit jelent? Ütésbe jó, vagy helyezésbe? Helyezésbe első lettem, de megdicsérték az ütéseimet, úgyhogy az is jó lett. És hány év kellett ahhoz, hogy ilyen jó eredményt elérjél? Hát én fél éve járok. Hát akkor ez nagyon jó. Előbb Máté mondja, hogy 6 éve jár minden, akkor te nagyon jól tudsz már golfozni. Köszönöm. Hát nem annyira, de nekem szerintem most jól sikerült a verseny. Azért választottam igazából a golfot, mert szimpatikusnak tűnt. Szeretem a természetet, és itt több időt tölthetek el, és közben jól is érezhetem magam. Más sportág nem is volt? De nagyon sok sportágat kiválasztottam már régebben, de végül ez mellett maradtam meg. És mióta jársz ide? 4 éve golfozom. És hogy érzed te, hogy mennyire megy, és hogy érzed az edzőt, hogy mennyire megy? Hát 4 év alatt gyakorolhattam volna sokkal többet is, de igazából amatőr szinten üzem ezt a sportágat. Nagyobb versenyekre nem szeretnék igazából menni, hobbi szinten szeretem űzni, és gyakorolni szoktam, de lehetne többet is. Ez heti hány alkalmat jelent? Heti 2-szer 2 órásak az edzések, és ezen kívül ki lehet jönni nagy pályára gyakorolni, illetve itt a gyakorló pályákon is játszani. Azt tudom, hogy az sokat számít, hogy valaki egy pályát hány ütéssel tesz meg nálad, ez mennyi? Hát a pár, ami a szint, amit meg kellene játszani, a profik annyiból kell, hogy megjátszák a pályát, és hát ez plusz 2-3, de hogyha elütöm nagyon az ütéseket, akkor sokkal több is szokott lenni. Máté, te mióta jársz golfozni? 6 éve. Fú, hát akkor mikor kezdted? Hát 6 vagy 5, de első osztályban. Első osztályban kezdtem, igen. Hát ez azt jelenti, hogy most hanyadikos vagy? 6. És hogy érzed, hogy megy? Hát egész jól. Heti hány alkalommal jársz? 2. 2 alkalommal. És miért pont a golfot? Miért nem focizol, kézilabdázol, sakkozol? Hát egy ideig jártam sakkozni is, meg kungfuzni is, de az aztán más lett. És aztán jött egy ilyen lehetőség, hogy golfozhatok, és akkor azt mondtam, hogy igen, és akkor golfozok. És gyorsan megtetszett? Igen, nagyon gyorsan. Hányszor jársz edzésre, illetve van-e olyan, hogy meg tudod mondani, hogy mondjuk edzésen hány labdát ütsz el?
Húha, hát ezt nem tudom megmondani, de szerintem sokat. Igen. Mennyit kell ahhoz gyakorolni, hogy az előbb itt néztük, hogy kicsikbe is betaláltok ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt a kis területet, ahol most vagyunk? Ez itt a green, de nem kell olyan sok gyakorlás hozzá, de azért kell gyakorolni. És leszel jó golfos, vagy te is csak azért golfozol, mert tetszik? Hát én jelen pillanatban járok versenyekre, és szeretnék nagyon jó golfos lenni, igen. A tacos kézilabdások nyugodtan énekelhetnék azt a régi illés számot, hogy felépül végre a házunk. Annyira várja mindenki a városi sportcsarnok felépülését, ami most már egyre jobb képet mutat azoknak, akik ott sétálgatnak a Kőkúti környékén, vagy a Május 1 úton, hiszen nagyon szépen kialakult az épület külső képe, belül persze még folyik a munka, erről kérdeztük Lázár Ottót, a TAC elnökét. Valamikor szeptember elején beszélgettünk utoljára a csarnok helyzetről. Most ha valaki a Május 1 úton jár, akkor nagyon dolgozó embereket már nem lát. Ez jó vagy rossz hír? Azt gondolom, hogy még folynak azért munkálatok, de mint ahogy kívülről is látszik, a csarnok épülete elérte azt a készenléti fokot, hogy egy-két simítás, egy-két finomítás van más már tényleg hátra. Mi a további menetrend, műszaki átadás? Igaziból mikor lehet várni a megnyitóra? November 9-én szerdán reggel kezdődik meg az épületnek a műszaki átadása. Ez egy folyamat, reméljük, hogy mindent rendbe találunk, és hát ha ez így történik, és nem lesznek akadályozó tényezők, akkor továbbra is ez a december 17-i, vagy ha valami olyasmi történik, amit erről nem tudunk kiszámítani, akkor is szeretnénk ebbe az épületet átadni a nagy érteműnek. Most már a küzdőtér is igazi csarnok kinézetet kapott ezzel a nagyon szép kék műanyag borítással. Én azt gondolom, hogy ugye ez a szívelelke az épületnek. Nagyon alaposan végezték a munkájukat a kivitelezők. Én azt gondolom, hogy tényleg a kicsiktől kezdve a felnőtt sportolókig ez egy ízületkímélő és egy nagyon fejlett sporttechnológiát sikerült ott lerakni, lefektetni. Ha valóban átadásra kerül ebbe az évbe, akkor mikor vehetik birtokba a sportolók? Azt gondolom, hogy a használatba vételt követően egyből lehetőséget szeretnénk biztosítani mindenkinek, akikre számítunk, hogy ezt az épületet fogja használni, elsődlegesen ugye a kézilabdázókra. Én azt gondolom, hogy megerősítem, hogy reális ez a december 17-i időpont. Ezt merem most így kijelenteni, és azt gondolom, hogy január 2-án vagy 3-án, most nem tudom pontosan, hogy mikor kezdődik az iskolásoknak az új esztendő, ahhoz igazítva az az első nap, amikor ez a létesítmény akkor üzemkészen fogadja felhasználni vágyókat. Ugye egy délelőtt testnevelés órák lesznek, délután edzések. Milyen iskolákra lehet számítani mondjuk a Kőkútin kívül? Nincs, megmondom őszintén, nincs még megállapodás egyik iskolával sem. Mindhárom érintett intézmény vezetői és testnevelői szeptember elején betekintést nyerhettek a készülő csarnokba, vagy milyen létesítmények várják őket. Ez nagyon pozitív fogadtatást nyert. Ők most azt szeretnék tudni, hogy ez mibe fog nekik kerülni, hogy ezt használni tudják. Erre vonatkozóan fogjuk őket megkeresni a közeljövőbe, és mind a három intézmény vezetővel, illetve hát a fenntartójukkal szeretnénk megállapodást kötni, hogy ne legyen akadályozó tényező, és tényleg valamennyi gyerekhez kötelező testnevelés óra keretében ebből a három intézményből használni tudja. Milyen pályák lesznek felfestve? Kézilabdapálya és röplabdapálya lesz felfestve. Alapból. Tehát ez a két pálya, ugye úgymond az úgynevezett versenypálya. Korábban is elmondtam, hogy ez a csarnok egy munkacsarnok lesz elsődlegesen, ahol a kisgyerekek is használhatják ezeket a helyiségeket, ezt a küzdőteret. Ez három felé lesz választva.
Na most itt jön majd az, hogy nem akarunk össze-visszaságot, és én azt gondolom, hogy hallgatni fogok a nálamnál etéren tájékozottabbakra, okosabbakra, hogy mit és hogyan fessünk föl. Keresztbe is ugye fel kell tüntetni a pályát a gyakorlásra, az edzésre, mind a kézilabda, mind a röplabda tekintetében. Annyi egyesség született a két szakosztály vezetőjevel való tárgyaláson, hogy a két szélső, mondjuk így, hogy nagyobb élettér az a kézilabdázóké lesz, a középső pedig a röplabdázóké. És hát ezt próbáljuk meg majd valahogy felfesteni. A Futurese atlétikai szakosztálya vasárnap rendezte meg a Csuló Balu emlékversenyét Fülöp András és Ádám Balázs emlékének méltó megőrzésére. A kicsiknek 2 kilométert, a nagyoknak 1, illetve 2 kört kellett futni az öreg tó körül. Az időjárás megkönnyörült a rendezőkön és a futókon is, hiszen bár éjjel és még reggel is esett, mire a rajtra került a sor, tulajdonképpen jó lett az idő. Szép számmal gyülekeztek a résztvevők, egyre többeket lehetett rajtszámmal látni. A 7 kilométer rajtja előtt került sor a megemlékezésre, amikor megkoszorúzták a két egykori futótárs emléktábláját. A Futurese tulajdonképpen a főszervezőjének a mai emlékfutásnak, két jeles sportember emlékére. Hogy emlékeztek rájuk? Hát, mint minden évben, november első hétvégén, idén is egy klasszikus egy- és kétkörös, illetve gyerekfutammal adózunk a két elhunyt sportásunk, Fülöp András és Ádám Balázs tiszteletére. Ez idén is így történt. Gondolom, sok olyanok is vannak, akik nem is tudják, hogy kik voltak. Hát biztos vagyok benne, hiszen az időjárás ennél elég szép számú nevező gyűlt össze itt a 7 kilométeren. Még nem adott a versenyiroda pontos adatokat, de szerintem ilyen 150 körül elindultak most a 7 kilométeren, és még ugye 14 kilométer jön ehhez. Biztos, hogy vannak olyanok, akik nem tudják, ki volt az a két sportember. Ugye Fülöp András Csuló, triatlonos, kajakos elsősorban, illetve Ádám Balázs, aki szintén triatlonos és atléta volt. Sajnálatos módon mind a ketten 37 éves korukban nagyon korán hunytak el. Az is szép dolog, hogy több mint 10 éve már megvan a Csuló emlékfutás, hogy még mindig ennyire bennetek van. Igen, hát pontosan ez a 16. Csuló, illetve Balú, sajnos aztán Balú is csatlakozott ehhez ez a rendezvényhez. Igen, hát próbáljuk az ő emléküket őrizni, és azt szerintem így is fog maradni jó néhány évtizedig, remélem. Aztán a megemlékezés után következett az egy kör rajtja, ahol közel 170 futó várta az indítást. Kíváncsian várta mindenki, hogy milyen idővel jönnek be az elsők, hiszen elég sáros volt a pálya, és a levegő páratartalma is magas. Aztán a futók rácáfoltak a várakozásra, hiszen a férfi győztes nagyon jó idővel ért célba. Jól esik ilyenkor a teja, vagy mindegy, hogy mit innál? Tök mindegy, minden jól esik ilyenkor. Milyen volt a pálya a túloldalon, meg gondolom, hogy sár és azért nehéz levegő? Hát az volt nagyon nehéz benne, hogy kerülgetni kellett ugye a kocsolyákat, a sár csúszós volt nagyon, meg hát közben voltak járókelők, azokat is kerülgetni kellett sajnos, de jó volt. Nekem tetszett most azért a pálya. És hát elhiszem, hogy tetszett, mert az időd is nagyon jó lett. Sajnos nem hallottam, mennyi lett az idő, mert beértem rögtön, ott ledőltem a padra, nem hallottam az időmet. De azt tudom, hogy első lettem. Kifutottad magad? Persze, legjobban. Még nem futottam ilyen jót. Végig az élen futottál, vagy azért először kerülgetni kellett? Úgy 5 kilométerig a második helyen voltam, előttem volt egy idősebb nő, és az úgy csak 2 kilométeren előre mentem, és elkezdtem rendesen benfutni. Volt valamikor nehezebb a táv közben, amikor úgy érezted, hogy most nehéz? Az első 2 kilométer, ott nem bírtam velük, de összeszedtem magam, és mondtam, hogy az elejét kell bírni, a végén meg már menni fog. Mert én a hosszabb távot bírom, nem a rövidebbet. Ugye ez 7 kilométer, ez neked most inkább középtáv? Igen, középtáv. Mi volt eddig a leghosszabb? A leghosszabb 12 kilométer Budapesten. Nem tudom milyen verseny, de 12 kilométer. Nem sokkal a férfi győztes mögött már a női mezőnyt vezető versenyzés feltűnt. Meglepetés igazából nem született, hiszen Szekeresné dr. Bakonyi Fruzsina rendszeres részt vesz a futóversenyeken, és általában elővégez. Ezúttal nyert. Egy boldog győztes pesgő helyett tejával. Idő vagy a győzelem volt az érdekes? Hát igyekeztem jó időt futni, mennyire lehet. Bár tudtam, hogy nagy sár lesz ott a tófarokba.
de nagyjából elégedett vagyok. Nem sokkal a férfi győztes után ér célba, ez azért jól esett? Ötig előtte futottam, mármint hogy együtt futottunk, aztán ő váltott egy ritmust, és akkor utolsó kilométerbe elment, ez már nem ment most. Egyébként jó volt az iram? Jó, nagyon jól futottunk együtt, jó erős iram volt. Ilyenkor 7 kilométeren le kell vezetni valamennyivel? Persze, mindig le kéne vezetni. Mennyivel? Most a testvérem elé futottam, mert nagy nehezen rábeszéltem, hogy ő is induljon. Így most legalább egy 4 kilivel levezettem. Akkor most a 14 kilométer kimarad. Ki. Pihenés. És szilveszteri futás? Hát lehetséges, még annyira nem terveztem előre semmit. Ebben az évben lesz még futás? Lesz, szeretnék indulni a mezei ligákon, meg még lehet a Balatonmaratonon is. Ahhoz mennyit kell edzeni, hány kilométert? Hát kell, de most már a megszerzett edzés mennyiségből futok. Utána megkezdődik az alapozás. Akkor egy kicsit futúrozzunk is. Hogy telt ez az évetek? Hát hál' Istennek nagyon sűrűn és nagyon leterheltek voltunk, mint versenyek tekintetében, mint edzés ügyileg. Most volt a gyerekeknek, illetve a felnőtteknek is egy ilyen 2-3 hetes pihenő időszak, és hát most november 1-től pedig elkezdtük az alapozást a következő évnek arra való felkészülést, úgyhogy gőzerővel folyik már a munka a következő évre. És milyen volt ez az év? Hál' Istennek jó, tehát országos bajnok ranglista dobogósaink is lettek, hál' Istennek duatlonban, illetve triatlonban, főleg az utánpótláskorú versenyzők tekintetében, de a felnőttek is hozták pontszerző helyeket az országos bajnokságon, egyéniben és csapatban is, úgyhogy mindenféleképpen sikeres évet zártunk. Előzetes jövő heti műsorunkból. Utánpótlás foci meccseken jártunk, teke verseny volt az edzőtáborban, tudósítását az Esztergom férfi kézilabda mérkőzésről, elnökségi ülést tartott a TAC.